Mindenki kedvenc medvéje hamarosan a Miskolci Nemzeti Színházban. A Mici Mackó bemutatójára készül a teátrum. A Százholdas Pagony lakóinak története október 7-én elevenedik meg a Kamara Színházban. A mesés, zenés állatkavalkád Béres Attila rendezésében kerül a színpadra. Bagoly. Mici Mackó, örvendek. Malacka. Mici Mackó, örvendek. Nyúl, de neked csak nyuszi. Mici Mackó, örvendek. A Százholdas Pagony lakóit, Mici Mackót, Malackát, Nyuszit, Fülest, Kangát, Zsebibabát és Bagyot mindenki ismeri. A vidám kis csapat kalandjait hamarosan átélheti a miskolci közönség, hiszen a színházban újabb bemutatóra készülnek. Mézet vagy tejet? Mézet! És tejet! Kenyér nem kell! De kenyér is kell! Nem, 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 kenyér nem kell. Méz kell, tej kell, meg méz. A főszereplőt, tehát Mici Mackót Tegyi Kornél testesíti meg, és bár egy jó lelkű, könnyed karakterről van szó, a színművész szerint mégis igazi kihívás ez az alakítás. Nincsen könnyű dolga az embernek, aki most történetesen én vagyok, mert sokat gondolkodtam azon, hogy a Disney változatban Mikó István volt az, aki szinkronizálta a Mici Mackót. És az ő hangja az annyira erősen hozzákapcsolódik ehhez a figurához, hogy azt leutánozni nyilván kicsit felszínes dolog lenne, egyrészt nem is lehetne tökéletesen megcsinálni, másrészt valahogyan, nem, hogyan mondjam, nem elegáns dolog. De az például egy nehézség volt nekem az elején a kezdeti szakaszban, hogy ezzel mit lehet kezdeni. A bájos humorral és szeretetteli filozófiával átitatott történetet a világ szinte minden nyelvére lefordították. A mese népszerűsége nem véletlen. Generációk nőttek és nőnek fel rajta. A kisfiam ennek örült volna, hogyha Malacka lesz anya, úgyhogy most mindenki nagyon boldog. És amúgy nagyon jó játszani, megcsinálni. Én még nem játszottam mese előadásban, de nagyon jó. Pláne most egy kicsit belemenekülni ebbe a játékba, ez tényleg felemelő. Az erdő, melyben nincs pofon, csak mindenféle sűrborom. Fecskék, lepkék, kérdőzek, amitől sírni kezd üles. A Mici Mackót Lőrinci Attila színpadi átiratában láthatja először a miskolci közönség a Kamara Színházban október 7-én.